Köszöntöm a Maxi Rádió hallgatóit, Ladányi Zsolt vagyok, a 92.4-en hallhatják a Rockfaktor című műsorunkat, vendégem pedig Paksi Endre, az Oszcián énekese és frontembere. Üdvözöllek a Rockfaktorban! Szervusz, és én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon sok mindennel foglalkozol, vagy foglalkoztál már az életed folyamán, de kezdjük talán az elején. Mikor és hogyan került az első hangszer a kezedbe? Kérlek szépen, én olyan 15-16 éves koromban kezdtem el koncertre járogatni. Volt egy barátom, aki már rendszeresen járt a metróklubba, a budapesti metróklubba, az egy ilyen patinás, legendás hely volt a 60-as, 70-es, sőt talán a 80-as években, és pont szomorúan láttam, mert ott volt a dedikálásunk mellette, hogy valami, nem is tudom mi lett belőle, valami vegyes kereskedés, kérlek szépen, ilyen cukorkaárus volt, és ez nagyon szomorú, mert ez picit olyan volt ez a metróklub, mint Londonban a Marquee klub, hogy kicsi volt meg minden, de azért annak meg volt a feelingje. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez a barátom rendszeresen járt a metróklubba egy zenekarra, és mindig mondták, hogy ezt feltétlenül meg kellene néznem, mert ez valami nagyon jó. És a zenekart ezt P-mobilnak hívták, és aztán elcibált egy budai ifjúsági parkos bulira, és rettenetesen tetszett nekem a csapat, pedig akkor nem is a Vicky Dágyusz énekelt, mert akkor ideiglenesen nem volt a csapat tagja. Egy olyan srác énekelt, aki később szegény, elég tragikus körülmények között elhunyt, sajnos nem emlékszem a nevére, de lényeg, hogy nagyon, nagyon tetszett a mutatvány, nagyon tetszett a produkció, és rákaptam a zene látogatásra, a koncert járásra, egymás után fedeztem fel a korszaknak a rockzenekarait, és hát úgy alakult, hogy én úgy mindig is főleg a keményebb muzsikát kedveltem, a hard rockot, később a metált is, de természetesen nagyon sokféle más zenét is hallgatok, és akkor nem is tudom, én teljesen természetesen alakult ki bennem ez a vágy, hogy valamit kéne zenélni, megpróbálni, és a dobolás az nagyon tetszett, de ez nagyon macerás. Hangos is, meg macerás is, meg hát figyelj, én nagyon csóró gyerek voltam. Tényleg az én drága jó édesanyám az egy gyárban dolgozott, egyedül nevelt fel, soha nem volt igazán. Erre szokták mondani, hogy a szocializmus ez a tisztes szegénység, tehát hogy semmiben nem volt nélkülözés, de hát bizony egy komolyabb összeg, meg ugye a dobszerelés, tudod, az összeszerelés, szoktam is mondani a dobosainknak, most is a Gergőkének, hogy na, látod Gergő, mikor pakolászik a koncert után, ezért nem lettem én dobos. Mikor a többiek már régen elhagyják a helyt. és akkor ugye basszusgitár, ugye, az úgy tetszett nekem. És azt lehetett ilyen csodálatos MDK hangszer, muzima, szép fekete volt, 3500 forintba került, azért az még akkor nekem is megfizethető dolog volt, tehát tudni kell, hogy akkoriban egy kezdő fiatal embernek 2-3000 forintos fizetések voltak. Na, megvettem, nagyon szép volt az a hangszer, mondjuk a hangja az botrányosan szar volt, meg behangolni sem nagyon lehetett, tehát oktávra teljesen hamis volt. Aha. Tehát ha behangoltad alul, akkor fölül volt hamis, ha fölül, akkor alul. Akkor nyakával tehát lehetett a probléma, mert azt hiszem, hogy nekem is volt ilyen gitárom, aminek a nyaka nem volt túl stabil, és ahogy feszítettem, úgy hangolódott el az pontosan egész. Pontosan, de hát figyelj, úgy jó volt, meg bedugtam a lemezjátszóba, ami szintén NDK gyártmány volt, Rubin, sose felejtem el, és aztán felfedeztem azonnal a túlvezérlés örömeit, a torzítást, és akkor hú, mekkora királyság. De maga basszusgitárban torzítani? Persze, figyelj, torzítva, torzítás nélkül pötyöréztem össze-vissza, és aztán szintén vettem egy nagy lélegzetet, és kerestem magamnak egy tanárt. Nagyon aranyos volt, sose felejtem el, hogy a bajnok ugye a P-mobilban volt, és hát ugye mondtam neked, hogy nagyon szerettem meg, hogy nagyon tiszteltem azt a zenekart is, és ez lehet, hogy a mai fiataloknak ilyen hülyén fog hangzani, mert én ezt úgy ma már nagyon kevés embernek látom, kevés embernél látom, tehát az emberek úgy nem, nincsenek már így gátlásaik, oda jönnek, hátba vágnak, mi van egy csém, adjál már egy autogramot, akármi, de én annyira tiszteltem ezeket az embereket, hogy a barátomnak szólt, hogy te figyelj, menj már a bajnokhoz, és kérdezd meg, hogy nem adna egy pár órát, és tök jó fej volt, mesélte, jött vissza vigyorogva, hogy
röhögött a bajnok, és mondta, hogy hát az rá is ráférne. Tudod, néhány lecke, ami egyébként szerintem egy szerénység, mert én egy nagyon jó basszusgitárosnak tartom meg, ugye zongorázik, és stb. Na mindegy, keresgéltem, és volt egy ilyen progresszív trió, a V73, akik ilyen Emerson Lake-en Palmereket játszottak, ugye billentyű basszusgitár dobfelállásban, és a Herpa is szegény, aki nemrég elhunyt tragikusan, ő volt a dobos, a Ler Pisti volt a billentyűs, és a Sáfár öcsi volt a basszusgitáros, és hát őrületes dolgokat játszottak, és akkor én az öcsin ezzel jártam. És nagyon sok mindent, tehát nem csak zenét, tehát technikai dolgokat tanított, de nagyon sok zenét mutatott nekem, tehát felnyitotta a szememet, mutogatott mindenféle muzsikákat. Úgyhogy így indult, kérlek szépen, az én zenélgetésem. Nagyszerű jó kis történet volt. És az éneklés, az hogy jött egyébként a képbe? Hát nagyon őszinte leszek. Az úgy alakult, hogy párhuzamosan, tehát én a legkorai időszaktól kezdve, amikor még tényleg alig tudtam pár hangot pötyögni a gitáron már, akkor is próbálgattam ilyen mindenféle kis dalokat csinálni, írogatni. Egyébként az Agresszív lemezen finálé címmel található instrumentális szösszenet, ami mai napig is a zenekar intrója a koncerteken. Az az egyik legelső ilyen zöngeményem volt, ilyen 17-18 évesen pötyöréztem ki a gitáron, és elkezdtem dalokat írogatni, szövegeket is, és hát ugye persze ilyen mindenféle amatőr zenekaros után a Kukovec Gáborral megcsináltuk a korai pokolgépet, és akkor már ott úgy mindenféle dalokat is. Ez olyan 22 éves voltál, ugye? Jól emlékszem. Hú, hát talán több, várjál csak, de igazad van. Az 80, 82, hát 24 inkább, 24, 25. És már akkor észrevettem, ugye hát jött a kalapár. A korai pokolgép az ilyen trió volt, és én nyomtam az éneklést, de aztán jött a Kalapács Józsi, aki egy hihetetlen karizmatikus ember. Hát én imádtam a hangját, őszintén. Így van, és hát hozzá kell tennem nem utolsó sorban, hogy ha létezik hiteles ember ebben a rock szakmában, akkor ő az, mert amit ő énekelt, ő úgy is élt. Tehát én azt a saját szememmel láttam, mentünk, tényleg följött Pestre, ruppója nem volt, olyan problémái voltak, hogy hol fog a következő este aludni. Tehát ez nagyon sokat számított, hogy tényleg hogy nagyon hiteles. Tehát én ebből azt akarom kihozni, hogy én nagyon szerettem a Józsit, a mai napig nagyon szeretem, de azért nála is éreztem, és más előadónak pláne, hogy én csináltam egy nótát, azt úgy eldalolgattam otthon, és akkor odaadtam az énekesnek, és elénekelte, és lehet, hogy nagyon szépen énekelte, nagyon technikásan, de másképp szólt a szájából. Tehát a szavak... Nem ezt álmodtad meg, igen. Nem tudom neked elmondani, a gondolatok, a hangsúlyok, és akkor mikor elkezdtük ezt az Oszcián dolgot, akkor voltak ilyen elképzelések, hogy szólunk ennek, szólunk annak. Azt mondtam, hogy úgyis én csinálom a nótákat, akkor legalább én viselem a felelősséget teljes mértékben. Így van, így van. Akkor a te szádból hangozon, és akkor életfően hangzik, és teljesen azt fogod énekelni, amire te gondoltál. Ez így van. Ez így van. Maradjunk egy kicsit a pokolgépnél. 3-4 évig basszusgitároztál a zenekarban, de viszont az első lemezük kiadása előtt 2 évvel kiléptél. Emlékszel, hogy mi volt ennek az oka? Hát figyelj, ez nagyon régen volt, és igazából ezek már nem is olyan fontos dolgok. Ott szerintem az lehetett, hogy nagyon sok erős egyéniség gyűlt ott össze. Tehát a Kukovec Gabi is az, a Nagy Filaci is az, hát én is az vagyok, megmondom őszintén, és hát én a Gáborral nem igazán jöttem ki sok mindenben, és akkor ez így alakult. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem bánom. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, és utána visszatérek Paksi Endréhez, az Oszcián énekeséhez. Maradjatok addig is velünk. 92.4 Maxi Rádió, benne pedig Ladányi Zsoltot hallhatjátok, a Rock Faktor című műsorunkban vendégen pedig Paksi Endre, az Oszcián énekese. Endre, a pokolgép után jött ugyebár a Rockwell 1984-ben, ez a zenekar volt akkoriban, hát hogy is mondjam, az olyan sűrűn előforduló egy kis lemezes banda, de természetesen
természetesen a lehetőségek tárháza volt szűkre szabott. Hogy érezted magad ebben a zenekarban? Ez nagyon rövid kis intermezzó volt. Szerintem ez úgy történt, hogy a Pazdera Gyuri, és később a Tarca Laci is a Rockwellből igazolt át a Pokolgépbe. Várjál, nem. A Tarca Laci később, amikor ez a Rockwell dolog, ez abba is maradt. Nem, a Pazdera Gyuri ment az én helyemre ő ment a Pokolgépbe, és ő kézenfekvő volt a lehetőség a Gellért Tibiékkel, mert úgy tudták, hogy írogatok nótákat, és hogy próbáljunk meg valamit csinálni. Próbálgattunk, aztán úgy valahogy nem akart a dolog összejönni. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy rettenetesen fontos egy közösségben, egy csapatban, hogy legyen egyfajta kémiája. És nem is az első, persze fontos, hogy legyenek a muzsikusok jók, vagy urai a hangszereinek, de sokszor előfordul, hogy hiába, ha egyszerűen nem lép közbe ott az emberek között egy olyan áramkör, egy olyan kémia, és ez valahogy úgy nem akart összeérni. Aztán ugye ráadásul a Tibi kapott egy kihagyhatatlan ajánlatot az Eddából, ő is ott azt hiszem, hogy egy nyarat töltött, de akkor én azt hittem, hogy hosszabb távon lesz az Eddában, és akkor ez az egész úgy szétment. Baróti Zoltánnal, akivel 86-ban megalapítottátok az Ossziánt, mikor ismerted meg őt? Szerintem 85-ben, így a Rockwell végén. Emlékeztem rá, hogy a Pokolgép előtt volt egy ilyen szintén triózenekar. Uh-huh. Ugye a Kovács Peti basszus gitározott, és ő gitározott, és énekelt. És hát felmerült a dolog, hogy csináljunk valami zenekart. És akkor volt az, hogy első körben én gitárosra gondoltam, és én magamat, mint basszusgitárost képzeltem el, meg dalszerző. És aztán valahogy felmerült, hogy neki van ez a nagyon-nagyon ügyes gitárosa, basszusgitárosa, és hát tény és való, hogy a Kovács Peti, és hát sajnos nagyon szomorú, hogy tényleg így beszélgetünk, és szerintem nagyon sokszor felbuk ez, hogy a néhai. Tehát ijesztő, hogy már ember távozott el, és mostanában úgy valahogy egyre sűrűbben. És hát a Peti is, a Kovács Peti, igen, a 90-es évek közepén távozott közülünk, de egy nagyon-nagyon tehetséges ember volt. Felmerült az, hogy próbálkozunk meg egy ilyen verzióval. Két évi koncerteztetek úgy, hogy nem adtatok, vagyis inkább nem adhattatok ki lemezt. Ettől függetlenül nagy nemzetközi csapatok előtt, vagy vendégzenekarként is felléptetek, majd saját koncertet is adtatok hivatalosan, kiadott lemez nélkül. Akkoriban én úgy emlékszem, hogy voltak valamilyen utómódon készült kazetták, ami kézről kézre jártak, és úgy másolták maguknak a rajongók, mivel másképp nem lehetett beszerezni. Nektek is volt ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, kalózkiadások? Bizonyám, hát mivel nem volt se internet, semmiféle más lehetőség, ezért iszonyatos fanatizmussal egy pincében egy négysávos Tascam kazettás magnóval csináltunk két demót, egy 86-os meg egy 87-es demót, ami gyakorlatilag... Egy 8 számos volt az első, ha jól emlékszem, ugye? Igen, és a másik az úgy emlékszem, hogy 5 nótás volt, és úgy többségében a későbbi első lemez dalait tartalmazta, és akkor elkezdtük eszelős módon ezt terjeszteni. Tehát ami létező ócska kazettánk volt otthon, mindenkitől bekértük ismerősöktől, nincs-e felesleges polimer kazettát, vagy bármifajta ilyen akármi. Emlékszem, erre fekete-fehér volt, ha jól emlékszem. Bizonyám, és akkor azt másoltuk, kicsit felcímkéztük, kis egyszerű módon, és akkor csináltunk olyanokat, ez biztos nagyon mókásan hangzik, hogy Kokóval ment a Kovács Petivel, kimentünk mondjuk Iron Maiden koncertre, eleve kíváncsiak voltunk a bulira, de ott volt nálunk egy szatyornyi ilyen kazetta, és ha láttunk egy nagyobb rocker társaságot, akkor oda mentünk, és szevasztok, itt van egy kazetta, és eltűntünk, semmi, odaadtuk. De azért elmondom neked, hogy utána ők, mert legalábbis mi is hasonlóképpen jártunk el abban az időben, tehát hogy másolgattuk egymásnak is ezt előszeretettel, ezeket a kazettákat, egyszerűen tényleg nem lehetett hozzájutni. Mi kellett végül ahhoz, hogy kiadják az első Acél Szív albumot? Én úgy gondolom, hogy nagy nehezen ki lehetett csalni a lemezgyári elvtársat, valami nagyobb megmozdulással ott voltunk, és látta, hogy működik
működik, ennyi, semmi más. De egyébként még hadd mondjak el az előző a másoláshoz egy aranyos sztorit, hogy a sok másolás ugye az nem tett jót ezeknek a felvételeknek, ugyanis a sebességük kérlek szépen, és mutogatják nekem, hogy te Endre, hát ez marha jó, és olyan a hangom, mint Alvinnak a mókusnak. Szóval képzeld el, ilyen dupla sebesség, már sokszor sáját, és hát ez így, és mondom, Jézus Mária. Hát nekünk egy MK29-esünk volt, és azon keresztül másoltuk egymásnak, két magnót összedugtunk, és így történt akkor, hogy még nem voltak két kazettás magnók. Úgyhogy ezek így történtek abban az időben, és hát igen, a minőség is, tehát sokszor már annyira rovására ment, mert már sokadik másolás után egy-egy lemezből, de hát igen, ezek történtek abban az időben. Ugorjunk egy kicsit az időben is. 90-ben jelent meg a harmadik albumotok, a Rock katonái, melynek címadó refrénje kultikussá vált az évek folyamán. Sokak szerint ez a legmeghatározóbb dalotok. Te ezt hogy gondolod, Endre? Hát figyelj, örülök, ha sok embernek tetszik, én úgy gondolom, hogy születtek azért azóta is jó és sikeres nótáink. A lényeg az, hogy gyakorlatilag minden koncertet ezzel a dallal kezdünk. Uh-huh. Igen, az valóban egy meghatározó dal, de azért hála Istennek, hogy még mindig termékenyek vagyunk, dolgozunk. Pont erre gondoltam én is, hogy egyszerűen, hogyha a rockerek összejönnek, akkor ez a dal, tehát hogy simán elkezdenek csak énekelgetni, mert jól érzik magukat, ez a dal nem maradhat ki egyik közül sem. 93-ban szöges ellentétek alakultak ki az Oceánon belül, ami a feloszláshoz vezetett. Személyes vagy zenei ellentétek miatt alakult ki ez? Hát főleg személyes. Biztos voltak, igen, voltak zenei elképzelésbeli különbség, de elsősorban személyes. Hogyan éltétek meg a 94-es búcsú koncertet? Rosszul. Nagy, én személy szerint nagyon rosszul. A többiek nevűen nem tudok nyilatkozni. Hát az nem volt egy rózsás időszaka az életemben. De nagyon érdekes egyébként, ezt el szoktam néha koncerteken mondani, amikor bekonferálok a Keresztút lemezről dalt. Általában a magam útját járom ott, és a Mire megbírozott szoktuk élőben játszani, hogy az a lemez az olyan rossz érzéseket keltett bennem egy időben, hogy sokáig nem tudtam jó szívvel meghallgatni, mert mindig eszembe jutott az egész korszak, a sok cirkusz, meg úgy egészében, és aztán úgy átalakultak a dolgok, így elcsitultak bennem, és most már teljesen mást jelentenek ezek a dalok. Most már ugyanolyan jó érzéssel tudom játszani, előadni ezeket a nótákat. Ladány Zsoltot hallhatják, és a Rock Faktor című műsoromat, melyben Paksi Endre, az Oszián énekese a vendégem. Hamarosan kiderül, hogy mi történt ezután, és hogy folytatódott Paksi Endre élete és az Oszián. Tartsatok velünk addig is! 92.4 Rock Faktort hallhatjátok, a kedves hallgatók. Itt gyöngyösen a 92,4 MHz-en, én pedig Ladány Zsolt vagyok, vendégem pedig Paksi Endre, az Oszián zenekar énekese. Endre, miután 94-ben az Oszián feloszlott, legalábbis búcsú koncerttel feloszlott, sokáig nem tétlenkedtél, mert rá egy évre új zenekart alakítottál. Melyik volt ez a zenekar, és milyen sikereket értél el vele? Wellingtonnak hívták ezt a zenekart, és három lemezt jelentettünk meg a Hungaroton égiszén belül. Azt kell mondanom, hogy ez az időszak, a 90-es évek közepe, ez az egész világon, Magyarországon is, az élőzenének meg a rockzenének egy nagyon nagy hullámvölgye volt. Úgyhogy nem volt egyszerű, ugye főleg, tehát mondod meg, hogy egy nagyon sikeres zenekar után te csinálsz egy másik zenekart, és pont egy ilyen időszakban, és hát ez is rockzene volt, azt kell, hogy mondjam neked. De én azt mondom a mai napig, hogy nekem ez egy nagyon jó iskola volt, ez a 3-4 év. Én nagyon sok mindent tanultam ez alatt az időszak alatt. Nem csak avval, hogy zeneszerzésben egy kicsit tágítottam a saját horizontomat, ami később azért az Oszián új korszakában is visszaköszönt, de nagyon sok mindenre rájöttem, mert én a régi Oszián korszakban én szinte kizárólag csak a zenére koncentráltam. Azt kell mondani, elég naív voltam bizonyos dolgokban. És én itt a Wellington korszakban mondtam azt, hogy na most már elég volt, hogy csak az van megcsinálva, meg magad uram, ha szolgád nincsen, címszóval, hogy nekem kell csinálnom mindent. Tehát gyakorlatilag a háttérmunkákat, a szervezést is, és akkor van megcsinálva az a dolog, úgy, ahogy én szeretném,
ez relatív dolog, hogy jó-e vagy sem, ez mindenki dönts el, nem úgy mondanám, hogy úgy van megcsinálva akkor, ahogy azt én szeretném, és úgy korrekt a dolog, ahogy azt én gondolom, hogy az annak korrektnek kell lennie. Sok más valaki szerintem pont így van vele, hogy nem bízná senki másra, mert annyira egy féltett kincse az, amit éppen csinál, hogy nem tudná senkinek se a kezébe adni azt, hogy helyette dolgozzon. Közben foglalkoztál regényírással, és méghozzá Paul Trent írójál néven. Honnan jött neked ez a késztetés, Endre, hogy te regényt is akarsz írni? Ez szinte egy időben esett azzal az időszakkal, amikor itt a régi Ossziánban nagyon nagy zűrök voltak, és nem igazán éreztem jól magamat. Gondolkoztam azon, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg egy kicsit más vizekre is emezek, kipróbálom magamat. Nagyon szeretem ezt a műfajt, a thrillert. Akkoriban nagyon sokat olvastam is ilyen jellegű könyveket, és nagy kedvem volt, hogy csináljak ilyen jellegű dolgokat. És úgy vágtam bele, mint mindenbe szinte, tehát a zenélésbe is, hogy nekem nem voltak kapcsolataim. Tehát a zenélés is úgy alakult, hogy semmiféle kapcsolatom nem volt. És a könyv ugyanez. Hát megírtam az első könyvet, és aztán a kézirat az úgy lett elhelyezve, hogy megnéztem a szaknévsorban, hogy milyen kiadók vannak Pesten, akik hasonló jellegű könyveket csinálnak. Fogtam egy paksamétát, és nagy lélegzetet vettem, és bekopogtam, hogy ott kívánok, ez vagyok én, és olvassák el. És azt kell mondanom, hogy elég nagy mázni volt, mert a második helyen azt mondták, hogy ez jó, ebben látnak fantáziát, és kiadják. És aztán Zsinórban ki is adtak egy jó pár könyvet. A 90-es évek közepén... Hetet, ha jól említ, vagy hatot. Igen, azt hiszem hatot. Igen. Hatot. Mekkora szerencse kellett ahhoz, hogy az, aki kiadta a könyvet, nem tudom, hogy hány kiadót kerestél meg, de hogyha pont az lett volna az utolsó, és akkor úgy leszel vele, hogy elmész egyhez, kettőhez, háromhoz, négyhez, esetleg öthöz, és legutoljára hagyva azt, amely kiadta volna a könyvet, tehát mekkora szerencse kellett ahhoz, hogy pont azért a másodikban, nem pedig utolsóra, amikor esetleg már elment volna a kedved tőle, hogy te ezt csináld. Azt kell mondanom, hogy a sors az úgy kezel engem, hogy azért mindig az orromra koppint néha, hogy ne bízzam el magamat. Tehát értek szerencsés fordulatok az életemben, nem is egy, de azért voltak bekek is. Úgyhogy ez ilyen egyensúlyban van ez a dolog, ez éppen így alakult. De mivel elég kitartó vagyok, biztos vagyok benne, hogy nem keseredtem volna. Tehát végigmentél volna a listádon. Végig jártam volna, figyelj, és gyakorlatilag az is benne volt a pakliban, hogy egy kiadó sem mondja azt, hogy és akkor azon, hát akkor így jártam címszóval. Írtam egy könyvet, kis kaland volt, és akkor ennyi. Miért választottál írójál nevet? Pontosan azért, hogy totálisan tiszta lappal kezdjek. Se pozitív, se negatív előítélet ne legyen egy könyvolvasó rétegnél, hanem olvassák el, aztán tetszik nekik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. De én ezt úgy tudom, hogy nem sikerült, tehát ugyanis már az első könyved után, aminek Angyali szörnyetek volt a címe, kiderült, hogy ki is valójában az írója. Hát, ha is az elsőnél, egy idő után persze. De... Csak addig írtál krimiket, vagy thrillereket, ahogy mondod, nem tudom, tehát ilyen krimi megfogalmazásba találtam én folyamatosan a könyveddel kapcsolatban, amíg működött a zenekar, a Wellington? Fú, ez jó kérdés. Igen, körülbelül ugye a Wellington végéig elkezdtük az Oceánt 98-ban, és akkor volt az, hogy megírtam ezeket a könyveket. Egyébként azt kell mondanom, hogy azért eléggé kilúgozott egy ilyen könyv. Tehát olyan 6-7 hónap elég intenzív agymunka volt, és úgy eléggé ki voltam ugye a könyvek után. És aztán elkezdtük a koncertezést, nagyon beindult 98-99-ben, nagyon sokat koncerteztünk, és akkor ez a dolog úgy igazából jegelve lett. És a Wellington esetleg ezért oszlott fel, mert nem volt rá már időd, vagy magadra maradtál, vagy esetleg nehéz kijönni veled, vagy másoka volt? Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy ha van egy zenekar, ahol van egy ember, aki visz egy nevet, és viszonylag relatíve sok tagcsere van, akkor persze könnyű arra mutogatni, hogy nehéz kijönni.
De azért annyit tudnék mondani a védelmemben, annyit lehet, hogy persze. Én például a Ricsivel, a Rukcsics Ricsivel, a gitárossal 17 éve muzsikálok együtt, azért az úgy nem olyan rossz. Eredmény életemben két házasságban is sok, ugye? Ugye? Hát de arra nem beszélek, hogy az én drága szerelmemmel 1989 óta ismerjük egymást. De azt kell mondanom, hogy kettőn áll a vásár. Hogy nekem azért vannak így, persze lehet rám mutogatni igazságokkal, és ez egy baromi kényelmes dolog, mert tudok is róla, nem is egy példát, hogy kirúgott ex-zenész azt mondja rólam, amit mond, és ez egy baromi kényelmes dolog, hogy én vagyok a paraszt, meg én vagyok a bunkó. De azért úgy annyit nézzünk már meg, hogy melyik ex-zenész mit művelt az Ossian előtt, és mit művelt az Ossian után. Jó. Ennyi. Jó, rendben van, a hallgatóknak csak annyit, hogy hamarosan visszatérek Paksi Endrével az Ossian zenekarból, amikor is arra a témára térünk át, mikor újra beindult az élet az Ossianban. Tartsatok addig is velünk. 92.4 Maxi Rádió, Gyöngyös, Ladány Zsoltot hallhatják a Rock Faktor című műsorban, vendégen pedig Paksi Endre az Ossian zenekarból. Endre, 98-ban újraindítottad az Ossian zenekart. Miért jutottál erre a döntésre? Én először csak egy nyári koncertet szerettem volna csinálni a régi tagokkal összerántani, még nem is nagy felhajtással, csak annyian kérdezték, tehát az alatt a 4 év alatt, amíg szünetelt a zenekar, nem volt olyan koncert, hogy ne jöttek volna be egy csomóan, és akkor Ossian számokat játszottok. Én akkor tapasztaltam a szünetben, hogy mennyire fontos ez embereknek, ez a muzsika, ezek a szövegek, hogy mennyire él az emberek lelkében, és akkor Paksi Endre és barátai néven, és ezek a Ricsiek voltak, csináltunk az E-klub egy bulit, és őrület volt, tényleg őrület volt, imádták, és jöttek Erdélyből emberek, több száz kilométerről, pedig semmiféle különösebb hírverése nem volt a bulinak. És akkor én kimentem a színpadra, és elkezdtük játszani ezeket a dalokat, és akkor tudod, mi volt nekem a gondolatom? Na? Folyamatosan, hogy hazajöttem. Aha. Hogy én itthon vagyok. Figyelj, ezek az én dalaim. Most érted, mondhat bárki bármit, meg lehet bárkinek szép hajacskája, meg rázhatta is, meg a sajtócimborák írhattak ezt, meg azt, hogy mitől működik az a zenekar. Én semmi más nem hoztam el a régi Ossianból, csak a dalaimat. Uh-huh. És semmi más. A rajongók hogy fogadták egyébként azt, hogy nem az egykori tagokkal állt újra össze az Ossian, hanem teljesen hát, figyelj, volt egy... Ráadásul most gondolj bele, hogy egy olyan kört húztunk le, ami nem is egy éves kör volt, hanem több éven keresztül nagyon keményen kluboztunk. Tehát olyan helyekre mentünk el, hogy azt el nem tudod képzelni. Tehát, hogy klubnak volt nevezve egy szenes pince, és december volt, és iszonyatos hideg volt kint, lementünk, nem volt fűtés, látszott a lehellet, és én mondom a tulajdonnak, ugye biztos lesz fűtés, mindenki, de hogyis minek, majd belehelik a rockerek. Így van. És most nevetsz, ezzel nem volt az olyan vicces. Nagykabátban játszottunk, és a közönség Nagykabátban hallgatott minket. Szóval ebből azt akartam kihozni, hogy néha bizony nem igazán méltó körülmények között. Tehát az, hogy a hangosítások, meg a klub dolgok, és csináltuk. Tehát rendíthetetlen, és akkor is persze volt, aki bekiabált a Ricsinek, hogy hol vagy Maróti. De azért úgy aztán utána látták. Szerintem aki nem volt hajlandó ezt elismerni, elfogadni, az eltűnt. Egy-kettő az interneten folyamatosan kóstolgat minket, lelke rajta. De úgy látták, hogy ez vérkomolyan van gondolva, ez ennek semmiféle, nem lehet azt mondani, hogy semmi, hogy csak a pénzőr, meg minden. De az igazság, hogy mit az első években, 98-tól olyan jó 2002-ig, 3-ig, amit mi ott végigcsináltunk, abba nagyon sokan úgy belefásultak volna, belerokkantak volna, és nyomtuk. És látták az emberek, hogy ez komolyan van gondolva. És csináltuk a lemezeket, és ennyi. Hát igen, hogyha látták az elhivatottságot, meg azt, hogy tényleg komolyan gondoltátok, akkor előbb-utóbb úgyis elfogadja a közönség. A millenniumi év elején visszatérsz egy picit a pokolgépes múltathoz, azon okból, hogy rögzítsétek az ott ért, és soha ki nem adott dalokat Kalapács Józsival. Miért gondoltad, hogy szükség van erre? Én úgy emlékszem, hogy Győrben volt egy ilyen kisebb fesztivál jellegű történet,
és Józsi is föllépett, akkor még nem volt ez a mostani zenekar, a Kalapán zenekar, és valami helyi zenekarral lépett fel, és régi pokolgép nótákat játszottak, és többek között a Maszkot, meg ilyeneket, és nagyon szerették az emberek. És elkezdtünk a Józsival beszélgetni, és azonnal ráhangolódott, mondta, hogy teljesen nyitott kapukat dönget, az egész életútját ezekkel a dalokkal kezdte, és abszolút benne volt, hogy csináljuk meg. És azt kell mondanom, hogy bementünk a stúdióba, és elképesztően profin és felkészülten. Tehát annyira benne voltak ezek a dalok, hihetetlenül gyorsan följátszottuk. Mondjuk a hangszerelés az nehezebb történet volt, hiszen ezek ilyen őségi nóták voltak, és volt egy csomó olyan szám, aminek nem is, a demói nem voltak meg. És el is felejtettétek. Persze, hát figyelj, voltak elképzeléseim, igen, persze, ilyen volt, olyan volt, és rajongók segítettek, képzeld, de találkoztunk a Blaha Lujza téren, szevasz, és akkor kezemben nyomott egy kazettát, na, azt kell mondanom, hogy ott aztán voltak olyan minőségek, hogy ahhoz képest, amiről beszéltünk, ez az Ocean demo, az egy szuper hifi felvétel volt. Én egyébként pont erről beszéltem, hogy a sok-sok másolása, rengeteg, ez átmásolja utána, ő is nem azról, amit előzőleg másolt, hanem már a másolatról másol, persze, én pont erről beszéltem az interjú elén, hogy ezek aztán némelyik elég kutya minőségű lett. Ugorjunk egy picikét az időben, 2011-ben lett 25 éves az Ocean zenekar, ez őszintén gratulálok. Hogyan ünnepeltétek Köszönöm. Meg? Csináltunk szerintem egy nagyon jó kis koncertet, amiről készült egy DVD felvétel, és a mai napig is jó érzéssel tudom megnézni. Lemezt adtunk ki, koncerteztünk, gyakorlatilag ilyen munkával ünnepeltük. És azon kívül volt valami különleges, egy zárt körű VIP buli, vagy hasonlóval? Hát, nem vagyunk mi már ilyen nagy bulizgatós zenekar. Most itt lerombolom a sztereotípiákat a rock életmódról. Gyakorlatilag itt családban, itt figyelj, hétköznapig szoktunk dumágatni, megosztjuk egymással a mindenféle híreket, örömöket, de olyan nagy bulizgatás nem, nincsen. Mindenkinek megvan a kis saját élete, így el vagyunk. Mielőtt ellátogatnánk a jelenbe, azelőtt tartunk egy kis szünetet, és hallgatunk egy Ocean felvételt, utána pedig jövünk vissza ide a Rock Faktorba Paksi Endrével. 92.4 ez a Maxi Rádió, benne pedig a Rock Faktort hallhatják Ladányi Zsolttal, vendégen pedig Paksi Endre az Ocean zenekarból. Szervusz, Endre! Szervusz! Elérkeztünk ahhoz a korhoz, ami éppen jelenleg zajlik, és hogy alakulnak számotokra a jelenlegi dolgaitok? Például nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon szépen és jól alakulnak. Igazán nagyon nagy öröm volt ismét a Varga Zolival dolgozni. Ez a második album volt, ami az ő hangmérnöksége, producersége alatt született meg. Ugye 2013-ban volt a Tűzjegyében album, és mi azzal az albummal a mai napig nagyon elégedettek voltunk és vagyunk, és nagyon szerettünk volna ezen a vonalon tovább mozdulni, tehát a dalok világa és a munkamódszerünk is szerettük volna, hogyha hasonló, vagy talán még letisztultabb legyen, és aztán a Zolival voltak félelmeink, hogy hú, nem fogunk tudni olyan, mert nagyon sikeres volt, azt kell mondani, ami szintünkön az egy nagyon sikeres album, szerették az emberek, hogy szerettünk volna egy legalább olyanabb, de talán egy picit jobbat is, és hát ugye voltak félszünk, hogy hát ez nem fog sikerülni, meg egy sikeres lemez után általában mindig nagyobbak az elvárások. És azt kell mondanom, hogy egyelőre, ahogy így a visszajelzéseket látom és tapasztalom, hogy egy picit sikerült talán meg is ugrani ezt a 2013-as létet. Ez a lélekerő album, ez nagyon hat, tehát nagyon szeretik az emberek, legalábbis akik visszajeleznek, és nagyon sikeres is, azt kell mondanom, tehát már a megjelenés előtt aranylemez lett, és nagyon-nagyon úgy tűnik, nem szeretném elkiabálni, úgyhogy gyorsan lekopogom itt az asztalomba a kézzel alulról, hogy nagyon szépen halad a platina lemez státusz felé. Ugye a múlt héten a Mars listát azt teljesen megszállták a rockerek, nem csak a várost, ahogy a rockkatonáiban, hanem a top 40-es listán 18 Ocean album volt. Örömmel jelenthetem, hogy ez nem csak egy
hogy is van a közmondás, hogy egyszer volt Budakutyavásár, mert most igen, többször voltatok már fönt. Nem, most kaptam a hírt, hogy az e-heti ma az listán igen, 16. hetében, én abszolút, így tudom. Abszolút 17 oszcián album. Így van, pontosan, és újra elérhetők olyan lemezek is, tehát a régebbi lemezek, amik újra kilettek adva ezek mellett. És azt kell, hogy mondjam neked, és most húzd is ki magadat virtuálisan, hogy olyan média támogató idézőjelben, nagyon nagy idéző, olyan média támogatottság mellett, hogy két hete jelent meg az album, sőt már lassan két és fél hete, és te vagy az első, akinek én interjút adok a lemezzel kapcsolatban. Ami itt per pillanat ebben az országban média szinten zajlik a rockzenével kapcsolatban, vagy legalábbis a rockzene bizonyos szegmensei irányában, amivel az Oszcián is benne van, de említhetném a Lordot, meg jó pár nem kezdő zenekart, hogy ez egyszerűen a vicc, a tragédia szintjén van. Elmondok egy apró kis anekdótát, azt hiszem, hogy ez publikus, a kiadónk a hazai rádióknak az első dalt, még a megjelenés előtt, az Ahányszor látlak, ami szerintem egy teljesen rádióbarát ballada. De van még jó pár ilyen dalunk, tehát kiajánlotta, ez egy ilyen letöltéses rendszer. És a kiadóban lehetett csekkolni, hogy a 200-nál több hazai rádióból nem hogy hányan játszották, hanem hogy hányan töltötték le, hogy meghallgassák. Uh-huh. És négyen. Azok között én vagyok az egyik. Igen, valószínűleg. Egyébként kimondhatjuk, tehát maga a Hammerworld magazinról van szó. Igen. Pontosan. Igen. Április 13-án jelent meg ez az album, és már a megjelenés előtt, ahogy mondtad, aranylemes státuszt kapott, ezt gratulálok. De viszont tehát a hiába szép dalotok az olyan hihetetlenül fogós refrénnyel és húzással bír, hogy érdemes lenne megdolgozni vele a kereskedelmi rádiókat is, hogyha már erről beszéltünk. Ezt olvastam, és egyet is értek a Felvidéki Rock magazin kritikusával. Mit gondolsz, ez a dal, vagy akár egy másik, tehát akkor megtörhetné a jeget a médiákban? Nem, mert itt nem arról van szó, hogy tök mindegy, hogy milyen dalt játszunk, vagy adunk elő, ez személyfüggő. Ez kapcsolatok függő, nincsenek kapcsolataink, nem, nincs meg a megfelelő pedig link. Ezt máshol is sokszor hangoztattad azt, hogy a magyar média nem nyújt elég teret, és nem segít a rock zenével. Ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozza a műfajt. Szerinted lesz változás, vagy már elkezdődött valami? Tudod, mi a nagyon nagy vicc ebben az egészben? Hogy ha én ezt elmondom valahol, akkor azonnal jön, teljesen a tényeket kiforgatva jön a támadás, hogy mit nyivákolok én. Ugyan már, most mit nyivákolsz, nem olyan fontos az. Tudod, mit mondok én neked? Hogy azok, akik például a közszolgálati rádiót, közszolgáltak csúfolt magyar rádiót, a Petőfit megszállják, és azokat a zenéket nyomasztják az embereknek, amik nekik jó, meg ami nekik tetszik. Ha annyira nem fontos, kedves kicsi barátaim, cseréljünk már egy-két évre. Akkor húzzatok el onnan, érted? Nem fontos, hát te azt mondod, nem fontos, így buciskodok, tudod, ne, hogy ezért siránkozok. Nem fontos. Menjetek úgy az undergroundban, mert az nyugodtan elmondhatom, hogy mi underground zenekar vagyunk, de kőkeményen. Nyomjuk a koncerteket, van egy jó kiadónk, és köszönöm szépen, ennyi. Jó, cseréljünk egy-két évre. Csináljátok ti azt, amit mi csinálunk most már lassan 30 éve, és még szépen beköltözünk, ha olyan nem fontos, mondjuk a Petőfi Rádióba, ami sok milliós hallgatottságú. És akkor ott játszogatjuk mi a kis dalainkat. És akkor figyelj, várjunk két évet, és ha nincs igazam, és semmi nem változik, akkor én leszek az első, hogy azt mondom, hogy bocsi, tévedtem, tényleg ez nem fontos, hülyeség. Pont ezért dolgozom én is, maga a Rock Faktor is ezért jött létre, sőt van egy másik rock műsorom is, amit pont azért hoztam létre, hogy több teret tudjak a médiában szolgáltatni ennek a műfajnak, mert ez egy, hát nem is tudom, talán mondhatnák azt, hogy mostohává vált, se anyja, se apja, és hát nagyon nehéz helyzetben van tényleg maga a rock műfaj. És tényleg vonatkoztassunk el, mert nehogy az legyen, hogy itt csak önmagam miatt más zenekar van. Pontosan ez maga a műfaj, tehát én azért beszéltem így, hogy maga a műfajról van így szó ezzel kapcsolatban. Nézzünk egy picit még az albumodra, térjünk vissza. 11 dal közé most nem került be egy igazi lírai dal. Van mondjuk két olyan szerzemény az albumon, ami annak indul, a Visszajövök és az Ahányszor látlak, de aztán elveszíti az identitását. Jól érzékelem ezt?
Hát most valahogy így alakult. Egyébként érdekes módon én ezt a két dalt szót lírai vagy balladának értékelem, de igen, hallottam már ezt a fajta véleményt, hogy most úgy nincs úgymond igazi lassú szám. Nekem most úgy ezek a lassú számok valahogy így alakult. Szeretjük nagyon a dinamikai váltásokat, azok nagyon hatásosak tudnak lenni. Most hétvégén nyomtuk először Csornán, kérlek szépen az ahányszor látlakot, és bődületesen nagyot bír szólni, amikor bejön a refrén. Én is így éreztem a dallal. Az album összes dala kivétel, mondjuk a születésnap, igen, komorra sikeredett, de azért hangsúlyozva a soha ne add fel életérzést, szándékosan lett ilyen a lemez? Én szerintem mindenki más lát ebben. Ez, hogy komor, ezt én szerintem most hallom először, de persze mindenki más hall benne. Például a Varbazon, amikor följött még a lemez készítés előtt, akkor beraktuk a demót, ami azért ugye eléggé átlátható volt, tehát mind a 11 nóta olyan volt, hogy azért ott le lehetett szűrni. Dumálgattunk itt, és végighallgatta az egész lemezt, és ő azt mondta, hogy ő rég hallott tőle, mennyire ilyen kiegyensúlyozott, és egy kicsit ilyen kinyílós, vagy pozitívabb lemez. Én ezt inkább annak érzem, persze sose leszek ilyen rózsaszín happy, mert nem ilyen a világ, legalábbis az a világ, amiben én élek, az nem olyan, de én ezt egy feltétlenül pozitív hangulatú lemeznek érzem. Elég sűrűn élsz az érzékeny témákról, ezekről választod a dalaidat. Ez mindig így van, vagy csak most teljesedett ki nagyon? Én úgy gondolom, hogy ez a lemez, ez inkább olyan, kicsit fenköltebb szót használjak, ez sokkal spirituálisabb, ezért is lett Lélekerő az album címe. Most valahogy úgy nem nagyon születtek ilyen társadalmi jellegű, meg ilyen megmondósabb nóták, mert egészen egyszerűen úgy érzem, hogy egy csomó mindent elmondtam az évek folyamán, amiket a mai napig is, tehát nem változott semmi. Igazság okán, és most valahogy nem éreztem azt, hogy most harmadszor is megmondjam ugyanazt, ami nem változott. És ezek a lelki dolgok most jobban érdekeltek, ezért született most meg ez az album, ezért lettek ilyenek a szövegek. És befolyásolt téged az éppen aktuális kor, hogy miről fog szólni a következő albumod? Persze, biztos, hogy befolyásol, de inkább úgy mondanám, mivel azért ez egy öntörvényű dolog, hogy főleg az befolyásol, hogy ebből a bizonyos korból mi az, ami most érdekel, ami megérint. Egy picit azt kell mondom, nagyon őszinte leszek veled, én most ez van napi aktuál politikából, ebből a csatározásból, ebből a szardobálásos világból egy kicsit visszavonultam. Tehát nem nézek híradót, megmondom őszintén, mert mindig csak ugyanazt a szart látom. És nem látom a pozitívumot, nem látom azt, hogy persze van a hurrá optimizmus, jönnek a rózsaszín dolgok, hogy ez van, az van, de a napi életben azért annyira én ezt nem látom. És azt kell mondanom, hogy most egy kicsit besokaltam. Aztán van időszak, amikor úgy jobban odafigyelek ezekre a dolgokra, akkor jól föl is cseszem magam, és akkor születnek olyan megmondósabb szövegek. Ez változó. Lehet, hogy a következő lemez az olyan lesz, hogy ihaj. Most viszont elmegyünk egy picit zenélünk, és utána pedig visszatérek Paksi Endrével az Oszcián zenekarból. Én Ladányi Zsolt vagyok, és a Rock Faktort hallhatjátok. Tartsatok velünk, mert a jövőről fogunk beszélni. 92.4 Maxi Rádió, benne pedig Ladány Zsoltot hallhatják a Rock Faktor című műsorunkban. Vendégem Paksi Endre, az Oszcián zenekar alapítója és énekese. Endre, a jövőkép szerinted milyen lesz a rock zenében? Optimista vagyok, nem is tehetek mást, egész egyszerűen. A mi kis dolgaink most szépen alakulnak, jól alakulnak. Az egész közeli jövőt, tehát az idei évet, azt látom, sokat fogunk koncertezni. Úgy tűnik, hogy a lemezünket szeretik az emberek. Én remélem, hogy ilyen apró lépésekkel tudunk előre haladni. Gondolkodtál azon esetleg, hogy visszatérsz az íráshoz, és én úgy tudom, hogy történelmi alapú kalandregényeket, vagy valami hasonló dolgokat, vagy ez messze áll tőled? Az ilyen stílusú? Nem, egyáltalán nem áll, egyáltalán nem áll messze tőlem. Nagyon szívesen írnék, de ez is egy olyan dolog lenne, én azt hiszem, hogy ez most abszolút nem divat, tehát ilyen totálisan divaton kívül egy ilyen nagyon-nagyon monumentális történelmi kalandregényt szívesen írnék, de ez baromi nagy munka lenne,
Egyelőre most erre se időm, se energiám nincs, de azért ez el van raktározva a terveim között. Mit üzennél egyébként a ma induló zenekaroknak? Hát azt tudnám üzenni, amit egymásnak szoktunk mondani a Ricsivel. Nehéz szakma. Nagyon, nagyon nehéz szakma. Nem az a rózsaszirmokkal kihintett út, amire sokan gondolnak, de nagyon sok szépsége is van. Hát figyelj, ha van kitartás, és van egy gondolati szál, egy vonal, amiben egy zenekar bele tud kapaszkodni, és azt konzekvensen végigviszik, akkor szerintem hajrá, érdemes csinálni. Tehát akkor ne adják fel soha. Többire. Hát én úgy gondolom. Hallgatóinknak is ezt üzenem én is, hogy ne adjátok fel soha. Viszont még azért maradok itt veled, Endre, és még lenne egy kérdésem, hogy úgy tudom, hogy hobbi szinten te terepasztalt is építesz. Bizonyám, eléggé sikerült a lakás egy jelentős részét eloroznom. Második világháborús élőképeket készítek. Normandia, ugye a Dén-Apapartra szállás utáni, tehát Caen és hasonló kis francia életképek, településekről, városi életképek, romos városrész, épségben levő városrész, lesznek falusi vidéki dolgok, és hát távolatokban gondolkozom, hogy majd keleti frontos diorámát is csinálok, ugye ilyen téli dolgokat, a Kuszki csata is érdekel, nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy ez borzasztóan jól leköt, és nagyon kellemes időtöltés. Ez egyébként mennyire részletes ez a terepasztal? Tehát mennyire próbálod valósághűen visszaadni, és a részletekre is odafigyelni? Ezt szokták kérdezni, tehát nem fénykép alapján, tehát nincs az, hogy van egy adott fénykép, és akkor megpróbálom azt úgy fölépíteni, de nagyon figyelek a korhűségre, tehát az egyenruhák, a harcjárművek, a házak, a feliratok, igyekszem azt a kort, azt a hangulatot elkapni. És aztán egy picit azért a fantáziámat is bevetem, tehát nem valós városrészlet, de azért azt kell mondanom, hogy szoktam külföldi oldalakra kirakni, és meglepően sok francia ember is szokta lájkolni, és ez a legnagyobb elismerés. Igazából a méretével nem vagyok tisztában, de azzal viszont igen, hogy egy-egy figura az körülbelül 2 cm-es rajta, tehát egy ember. 22, 23, 24 milliméter, így van, hát az úgy elég emberes feladat kifesteni, mert ezek festetlenek, azt kell mondanom. Tehát minden a járműveket is össze kell rakni, az épületeket is, és a figurákat is, és azt az legutolsó kis övcsatig. Az úgy elég komoly. Tehát van egy bolt, ahol lehet kapni nyers figurákat? Dehogy van. Ez így működik, vagy nálunk. Te faragott ki vagy? Dehogy is, drágám, itt Magyarországon sajnos azt kell mondanom, hogy ebből sincs szinte semmi, tehát ebből külföldről kell dolgokat rendelni, vadászgatni, de hát ez a gyűjtőszenvedély, ez egy nagyszerű dolog. Pont tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, aki nem is tudom, hogy kocsikat szeret bütykölni, hogy ezek ilyen férfi dolgok. Kell valami, amit gyűjtesz, amivel foglalkozol. Hát nem tudom, nálam a férfias dolog a kaktuszgyűjtésbe merült ki is. Milyen gyűjtés? Kaktuszgyűjtésekbe is. Figyelj, teljesen jó, ne hülyeskedjél már. Meg mellette csillagászkodom, de az megint más. Repülőgépek szerepelnek egyébként nála? Tehát arra gondolok, hogy a terepasztal felett lógnak be repülőgépek? Vagy? Voltak, tehát van egy pár repülőgép, és egy régebbi terepasztalomnál valóban voltak, aztán most itt átépítés volt, egyelőre azok most lekerültek, az a tereprész még nem készült el, igen, elképzelhető, hogy majd szintén lesznek ilyen repülőgépek is. És akkor azt úgy felülről belógatott, tehát úgy nézzen ki. Damil szállal, és az a fotókon egyáltalán nem látszik. Szerintem George Lucas is használta annak idején a Star Wars-nál hasonlót. Persze. Endre, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked az interjút, és az Oszcián zenekarnak pedig, hát nem is tudom, jövőre lesz igaz, 30 éves a zenekar, ha jól tudom. Így van. Én legalább még 30 évet, vagy még attól többet is kívánok nektek, hogy... Hát nagyon drága vagy, nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem, ez egy nagyon kellemes beszélgetés volt, és kívánok neked is a rádióval sok sikert, úgyhogy ennyi. Bármi van, akkor majd hívjál, aztán dumálunk. Rendben van, köszönöm szépen. Köszönöm. A hallgatóknak pedig annyit csak, hogy Ladány Zsoltot hallhattátok a Rock Faktor című műsorunkban. Tartsatok továbbra is velünk, és hallgassátok a Maxi Rádiót.